nem meleg? Hát én kicsit megilletődötten ülök itt, ő egy Stradivári, aki pedig mögötte, ő már számomra mögötte Várdai István csellóművész. Jó reggelt! Jó reggelt! Ez most már a sajátja. Még hogyha tulajdon jogilag nem is, de használatra igen. Én vagyok a szolgálója és az őrzője, igen. Igen, a következő remélhetőleg hosszú évekre. Én, mert tudom, hogy Stradivári az egy legenda, tudom, hogy ő a hangszerépítés legnagyobb számon tartott mestereinek egyike. Ugye én szent révülettel nézem ezt. A művész is? Tehát amikor megfogja, akkor az ön számára is olyan, hogy hát ez Stradivári. Igen, igen, pont ilyen. Tehát ez az a fajta érzés, ami nagyon nehezen leírható, de egy az inspirációnak és a hálának és a tényleg a valamilyen fajta beteljesülésnek az érzete ugye egyszerre, és ez az, ami folyamatosan tudja táplálni a művészetemet, azt a fajta fejlődést, amin keresztül tulajdonképpen ez a hangszer aztán megtalált engem. Aki ennyit játszik, mint ön, pontosan tudja hangról hangra a különbségeket naponta, hogy játszik aznap. Amikor először megszólaltatta, másképp játszott? Hát ez egy viszonylag hosszabb folyamat, mire összeszokunk, mire rájövök én igazából, hogy neki mire van szüksége, és a... Lelke van? Van, konkrétan van egy eszköz, amit léleknek is hívnak, de szerintem van, amúgy is van lelke. Lelkület, ez egy élő anyag. Végül is a fa folyamatosan alakul, azok a mikrorezgések, amik alakítják, azok a fajta rezonanciák, amiket az ember beletesz, az is alakítja a hangját. Mit tud, amit a többi hangszer nem, mitől különlegesebb, vagy általában mit lehet elmondani a Stradiváriról, azon kívül, hogy régi, klasszikus, nagymester munkája, ő maga is remekül hegedült, ilyeneket tudunk. A szakmának, tehát kézműves szakmának és az intuíciónak, az anyagválasztásnak és az eszközhasználatnak egy olyan fajta kombinációja lehetett ő, ami nagyon tökéletes arányban volt. Az intuíció alatt azt értem, hogy ugye van egy adott fa, amit lehet így faragni, lehet úgy faragni, olyan vastagságot, mélységet csinálni neki, amit az ember elképzel, de minden fának valahol egy kicsit más. Tehát ő ráérzett erre az egészre is, és láttam ilyen rajzokat, hogy ők milyen körök és különböző struktúrák alapján dolgoztak. Ez egy nagyon-nagyon komoly hivatás volt abban az időben, és a mai napig igazából akármilyen gépekkel próbálják, analízissel, mindennel, nem tudják pontosan, hogy miért. Mindent jó vele játszani? Vagy vannak különösen Stradivárira érett darabok, és olyanok, amik nem igazán illenek az ő lelkületéhez, hogyha már ennél a szónál maradtunk? Ez ki fog derülni most a következő időszakban, mert az még egy óriási megtiszteltetés nekem, hogy én emellett egy Montagnana hangszert is használhatok. Korábban megvan már tulajdonképpen. Hát két éve megvan lassan, az egy 1720-ban készült hangszer, ez pedig 1673-ban. És ez egy teljesen más jellegű hangszer, kicsit kisebb is, és a hangban is más irány. Ezt igazából tényleg összehasonlítani lehet koncerten meghallgatni, hogy melyikre működik jobban. Szerelem? Mondhatni első látásra? Vagy össze kell érni? Hát biztos, hogy valahol szerelem első látásra, mert a méretek és a hozzám passzoló arányai a hangszernek azok tökéletesen. Tehát amikor először kinyitották a tokot és ránéztem, akkor én láttam, hogy ez nekem biztos, hogy nagyon jól fog passzolni. Azt szokták mondani, hogy egy muzsikus klasszisat persze nem elsősorban a hangszere mutatja meg, de amikor két ilyen hangszere van, azért az megmutatja, hogy mire becsülik az ő klasszisát. Tehát Várdai István ilyen alapon simán kimondható már a hangszere alapján is, hogy világklasszis, de hát nyilván, mert világklasszis, ezért kapja ezeket a hangszereket. Ez egy nagyon fura történet, mert én magát megnevezni nem kívánom magánszemély
adománya tulajdonképpen ez a lehetőség. Ezeket az ember ilyen nagyon nehezen élheti meg, hogy ez most micsoda ez, hogy van? Ez egy kicsit olyan, mint egy labirintus, amikor az ember elindul egy művészpályán, és folyamatosan keresi önmagában a fejlődési lehetőségeket, és azokat az eszközöket, és azokat a hangszereket, ami még jobban ki tudja fejezni saját magát. És vannak emberek, akik figyelik, és tudják, hogy ezek a folyamatok csak akkor tudnak kiteljesedni, hogyha azokat az eszközöket én megkapom. Na most az egy másik dolog, hogy egy ilyen hangszernek a megvétele, már hogyha ezt lehet egyáltalán megvételnek nevezni, mert itt ez már olyan összegekben mozog, hogy itt igazából azoknak, akik ezt meg tudják venni, nem a pénz számít, hanem az, hogy ő vigyázhasson mondjuk egy vagy két generáción keresztül egy ilyen hangszerre, és a családjában maradhasson ez a hangszer például. Van ennek egy értéke, ha már ilyenről beszélünk? Tehát van ennek egy ára, hogy mennyibe kerül egy van ilyen cselló? Van konkrét ára is, igen. Igen, hát ez azért alakult ki az ára, hogy csak olyan kezekbe kerülhessen, ahol tényleg megőrzik. Ez mennyi? Az állapotban. Nem mondhatom meg sajnos pontosan. Jó, de egy becsült ára van. Hát milliárdos forintban, milliárdokban mozog. Hát azért ez egy felelősség is. Mire érzékeny a hangszer? Itt megnéztem, hogy meleg ez az asztal. Pára például. Kicsit langyos itt középen, de igazán nem meleg. Párára. Tehát a hőmérsékletet párát nem bírja nyilván, mert fa. Igen, igen. Hát alakul egyébként például, hogy ha elmegy az ember Japánba játszani, itt sokkal magasabb a páratartalom, nem történik olyan nagyon drámai dolog vele, csak azért jobban szereti az európai klímát. Legyen sokat itt, és játsszon nekünk sokat rajta. Igyekszem. Köszönöm, hogy eljött, és hát gratulálok a megbecsültségéhez, mert okkal ennyire megbecsült a tudása alapján. Köszönöm szépen.